Valakinek a hátsó kertjén csak itt sétálgat. Teljesen a lakóövezet közepén. Fóka ott a közepén, az nem fóka? Az a kérdés ott. Apa, nézed már ezzel a fókát! Na, egész jól állunk, már pakolunk is, és itt hagyjuk lassan a hotelszobánkat, a Seattle-i hotelszobánkat, ugyanis utazunk tovább, nem is akárhova, a térképet megnézed, megnyitja az ember, azt mondod, hogy hát ez teljesen itt van Seattle mellett, de amúgy csalókák itt a térképek, hatalmas nagy távolságok vannak, ilyen pici térkép távolságoknál is, úgyhogy most egy 2,5 órás út vár ránk. Valahogy csak befér ide minden. Oké. Picsi drónocska. És mehetünk is. A célunk pedig az Olympic National Park. Na, csoda szép időnk lett. A Nemzeti Parkhoz egy hídon keresztül kell átmenni, ami nem Seattle-ből, hanem alatta lévő városból, Tacomából visz át a Nemzeti Park félszigetére. És hát itt vagyunk most Tacomába, iszunk egy kávét. Azt hittük, hogy egy picit sétálni is tudunk, de... Hát ilyen semmi extra. Úgyhogy ilyen tipikus amerikai kis város, ez a régi város része, és akkor van egy modernebb város, de így marad most csak akkor a kávézás. Tessék, ez anyáé. Azt vettem észre, hogy az amerikaiak, ez is specialty kávézónak volt hívva, viszont nagyon szeretik az ilyen sötét pörkölést. Amit én ugye egyre kevésbé. Úgyhogy így összehúzódik a szám tőle. A kávézó utánunk már teljesen megtelt. Valószínűleg mindenki egyszerre akart bemenekülni az eső elől, és hát nagyon szűkös lett a hely bent. A kávé után a megújult energiánkkal újra útra keltünk. Ahogy egyre jobban közeledtünk a Nemzeti Park fele, egyre szarabb idő volt. De aztán fordult egyet a kocka. Juhuhuhuj! Esik azért még az eső, de egy picit, egy icipicit kisütött a nap, és hát azonnal meg is kellett állnunk, hiszen egyébként most vagyunk az óceán parton, bár ez még nem nyílt óceán, ez még mindig csak egy öböl, egy benyúlása az óceánnak, de azon a hídon jöttünk most át, és ez itt már rendesen az Olympic National Park lesz arrafele. Az észak-keleti részén fogunk megszállni, és onnan ilyen csillagba fogjuk bejárni a National Parkot. Viszont ha már itt vagyunk, akkor úgy gondoltuk, hogy megnézzük ezt az óceánpartot itt. Nem mondom, hogy fürdésre alkalmas idő van, meg hát az óceán hőmérsékletese alkalmas a fürdésre, bár én egyszer azért majd még bele fogok menni, ha nem is itt Amerikában, de majd Kanadában. 10 fok körül van a víz, és most a hőmérséklet is 10 fok, hatalmas nagy szél. Na, hát akkor nézzük itt a terepet. No,
Nos, megérkeztünk az Olympic Nemzeti Parkban található egyik kis városkába, aminek az a neve, hogy Szekim, és az elkövetkezendő három éjszakában ez lesz a mi kis házunk. Úgyhogy itt fogunk mi lakni, és hát nagyon pöpesz, nagyon rendben van. Azzal érdemes tisztában lenni, hogy amikor az ember itt Észak-Amerikában valahol egy helyet akar kibérelni, szálláshelyet, akkor azért mélyen bele kell nyúlnia a zsebébe, ugyanis nem olcsók így se az Airbnb-k, tehát az apartmanházak, se pedig egyébként a hotel szobák azok meg ilyen atyaég. És itt is, amikor nézegettük így a kiadó apartmanokat, akkor nagyon-nagyon lepukkant putri házakat láttunk. 300-400 dollárért, amiért otthon egyébként egy ilyen ötcsillagos szobát kapnál. Úgyhogy hát ez itt tökéletes találat volt, ugyanis nem volt annyira drága. 200 dollár, ha jól emlékszem, per éjszaka, még mindig nagyon drága, de amilyen állapotban van, ilyen találat, annyi, hogy egy picit messze van úgy mindentől, már itt nem a nemzeti parktól magától, hanem ez a nemzeti park, ahol most vagyunk, ez hatalmas. És hát pont emiatt eljutni A-ból B-be azért egészen időigényes. Innen például az egyik leglátványosabb tó, a térképen megint csak ennyire van így a mi településünktől, de az másfél óra kocsival. És pont ezért, mivel egy picit messzebb van mindentől, olcsóbb volt. Viszont nagyon jó fel van szerelve, gyönyörű belülről a dizájnja, úgyhogy nagyon örülünk ennek a találatnak. És éppen egyébként így a házunk mellett egy 5 percre autóval vagyunk, és csak így belekóstolunk először csak így a Nemzeti Parkba, és hát egy ilyen hídon megyünk be egy ilyen folyó fölött, és hát ki van írva a hídra, hogy danger, climbing, jumping or diving, tehát hogy nehogy leugorj a hídról, semmiképp se ugorj le a vízbe. Ezt muszáj volt kiírniuk, mert amúgy nagyon sokan szerintem ebbe a vízbe simán beleugranának. Itt egy kicsit kiapadt a folyó, úgyhogy itt nincs is lehetőséged nagyon beleugorni a vízbe. Minden esetre a híd egyébként folytatódik, ahogy látjátok, és itt már azért égis csak van egy kisebb patakunk. Hát ez otthon egy elég sebes folyónak felelne meg, de itt még csak creeknek hívják, avagy hát ilyen kis folyócska. A háttérben láthatóak az Olympic hegyek, ez a folyó pedig hát mindaz a hó, ami mostanában olvadozik a hegyeken, megduzzadnak a folyók, és elindulnak szépen a tenger fele. Nos, egy kicsit elrontottuk az útvonalat. Én terveztem rosszul igazából. El akartunk látogatni egy ilyen kilátóhoz, az óceánpartra, aminek az lett volna a neve, hogy Dungeness, és hát beütöttem ennyit GPS-be, de ő elhozott minket a Dungeness folyóhoz, amit most láttatok itt vágóképekben. Mi meg a Dungeness mint településre akartunk menni, ami ugye a folyóról kapta a nevét, mert ott torkollik bele a folyó a tengerbe. Na mindegy, a lényeg, hogy volt egy ilyen kis malőr, aztán most akkor megyünk tovább. Lassan, 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 lassan. Hoppá, hoppá. Hopp, valakinek a hátsó kertjén csak itt sétálgat. Nézd meg. Nem zavartatja magát. Na te merre mész? Haza. Haza megy. De figyelj, még a kerítést is kikerüli. Figyelj. Jaj. Igen, ilyen csóválja a fejét. Hátsó lábát, ugye? Mint egy galamb. Picit. Azt a rohadt, teljesen a lakóövezet közepén kettőzik-e, heverészik, egyik meg most érkezett ide. Hát ez nagyon durva. Éppen kifele tartottunk a tengerpart fele, és egy ilyen lakóövezeten keresztül vezetett a GPS, ami egyébként kiderült, hogy rohadtul nem jó útvonal, úgyhogy teljesen eltévesztett minket megint csak a GPS. De ami nagyon érdekes, hogy egyszer csak azt látjuk, hogy mellettünk sétál egy őzike. De így nem zavartatva magát, tehát hogy így sétálgat, nézi, és teljesen így a házak közelébe, és utána oda megy a másik két spanyához, és leül melléjük. Itt lesznek? A bokroknál, vagy mi? Nem itt vannak. Ne. Vannak. Ja, ott vannak. Ott. Menjünk tovább egy picit? De durva, érted? Kilépsz a házadból, és azt látod, hogy kettő őzike ott legelészi a füvedet. Nézd, itt van ez a nem. Voice of America Road, oda megyünk. Jó, letettem a pontot, ez most megint 8 perc. Tehát ez a harmadik 8 perces kerülő, mehetünk. De jó, most jobbra? Most egyenesen még tovább, kifele. Aha. Visszafele, vissza a főútra.
Itt is. Nézd meg, hogy legelnek. Hát nézd meg. De vigyázz, nehogy kiugorjanak. Akkor ez egyáltalán nem különleges itt. Egyé tovább, nyugodtan. Na, de látod, de visszamennek itt azért. Itt kölykök is vannak. Igen, azt néztem én is. Mivel egy ilyen óceánba nyúló földnyelven készülünk sétálgatni egy picit, tök fontos, hogy mielőtt belépnénk így a park területére, van egy papír, ami itt megmutatja neked, hogy apálydogály hogyan van és hogyan fog alakulni. Milyen nap van ma? Hanyadika van ma? Nyolcadika. Nyolcadika legalacsonyabb, 11:39-kor reggel, és legmagasabb az apály, vagy a dagály, most 6 óra van, úgyhogy egy olyan 40 perc múlva lesz a legmagasabb a vízszint, akkor lesz a legnagyobb dagály. Jó, akkor mi most ezen a zöldön fogunk végigsétálni, nem biztos, hogy teljesen, mert egyébként a végén van egy világító torony. Innen ez 5,5 mérföld, hát annyit nem fogunk most menni. Hoppá, hoppá. Magyarként megérkeztem ide, és már kerestem, hogy hova kell a százas dobni. Hát itt nem, ez itt ingyen van. Úgyhogy nyugodtan lehet nézelődni, érted? Nos, tehát itt van ez a földnyelv, és hát ezen fogunk egy picit sétálni. Ahogy látjátok, mind a két irányból víz veszi körül. Hát elég jól néz ki, igen. Fóka ott a közepén, az nem fóka? Az a kérdés ott. Vagy ez csak egy izé? Hát az lehet, fadarab. Fadarab, mert a fóka föl lesz. De lehet az, nem látom. Apa, nézed már ezzel a fókát! Na. Fóka perc. Szerintem te pont a fát nézed, mert pont neked benne van a fa. A fóka az lebukna már ennyi idő alatt. Igen. Gyönyörű egyébként már, hogyha megnézitek arra, akkor nem csak a gyönyörű párolgó óceánt látjuk, hanem a hegyeket is ott a távolságban, még a hófette csúcsokkal. Erre pedig mind a két irányból víz, és ott nagyon messze, talán még a kamerán is alig látszódik. Pontosabban ott a végén, 10 kilométerre innen. Ott van egy világító torony. Na most tényleg nem fogunk addig elmenni, de azért egy picit itt sétálgatunk. Annyira gyönyörű tájakon vagyunk, és képzeljétek el, hogy ez még csak a kezdet, még csak a harmadik epizódban járunk, úgyhogy mindenképpen nézzetek ide vissza minél gyakrabban. Még csak most kezdődött az egész utazásunk, és azért mondom, hogy utazásunk, mert én azáltal, hogy itt most videózok nektek, magammal invitálok titeket. Ugyan ti csak virtuálisan vagytok itt velem, de ettől függetlenül szeretném veletek megosztani a tájakat, a természetet, a kirándulásokat, és persze a városokat, és a városi életet. Szeretnélek titeket most arra kérni, hogy iratkozzatok fel erre a csatornára, hogyha esetleg ez lenne az első videó, amit látnál tőlem, vagy hogyha még nem döntötted volna el, hogy feliratkozol vagy sem, akkor most tedd meg, és nyomd be az értesítést az összes videómra, hiszen akkor mindig kapni fogsz értesítést, amikor egy új videót rakok ki innen. Ezáltal mindig látni fogod az összes új videómat, és nem fogsz lemaradni ilyen látványokról. Erről itt. Vártunk még egy picit, hát ha szép naplementénk lesz, de amint láttuk, hogy felhőbe fog lebukni a nap, már vissza is indultunk. A hazafele útközben viszont nagyon megörültem, ahogy látjátok itt az arcomon. Újabb váratlan vendégekkel találkoztunk, pontosabban 4 őzikével, és a 4 közül az egyik egy ilyen pöttyös őzike volt, és ami talán a legérdekesebb volt, az, hogy egyesével mentek át az úton előttünk, mindegyik nagyon figyelmesen körbenézett, mielőtt átkelt volna az úton, de ezen kívül egyáltalán nem zavartatták magukat.
pöttyös. Hát ez nem az első csorda volt, amit látnunk, és valószínűleg nem az utolsó. Elég későre sikeredett itt lezárni ezt a videót, viszont a holnapi videóban találkozunk, és még jobban bejárjuk egy picit ezt a nemzeti parkot, illetve holnap után is. Holnap elvileg nagyon rossz időnk lesz, de holnap után talán jobb. Ám majd meglátjuk, majd kiderül holnap. A lényeg, hogy köszi, hogy itt voltatok ma velem, a következő videóval találkozunk, ugye minden hétfőn, minden szerdán és minden pénteken és néha szombaton teszek ki videót. Elég eseménydús napunk volt ma, úgyhogy én teljesen meg vagyok elégedve a mai napunkkal. Láttunk egy csomó őzikét is, nem zavartatták magukat, csodás tájat is láttunk ma ott a tengerparton, úgyhogy ez egy tök jó nap volt. A következő videóban ugyanúgy innen az Olympic Nemzeti Parkból jelentkezem. Úgyhogy sziasztok! Az élet velejárója, hogyha az ember felnő, kevesebb és kevesebb időt tölt a szüleivel, úgyhogy ennek az utazásnak most nagyon-nagyon örülök.